2020 tavaszán az emberek világszerte izolációban éltek. Egy korábban ismeretlen vírus miatt senki sem hagyhatta el az otthonát. Az önkéntes karanténnak, az emberek kitartásának és az egészségügyi dolgozók munkájának hála mára felcsillant a remény. Fokozatosan ugyan, de újraindulhat az élet. Azonban röviddel a VR Vidámpark újbóli megnyitása előtt valaki túljutott a biztonsági rendszeren. Határozott céllal érkezett és segítőtársra bukkant. Vajon a VR technológia segíthet jobbá tenni az életünket, megbirkózni a jövő kihívásaival, megnyitni eddig ismeretlen területek kapuit, vagy pusztán megmaradt a legmodernebb szórakozási lehetőségnek? Figyelem, figyelem! Itt a VR Vidámpark biztonsági rendszere. Behatolás az egyiptomi folyosón. Megkérem az illetéktelen behatolót, hogy maradjon otthon. Ez biztos van itt. Ez is a játékvészel. Jó, tetszik. Szuper, szuper. Ennek semmisítés indul. Hé, merre, most már? Most merre? Vészhelyzeti protokoll folyamatban. Ajjaj, arra nem készültem, hogy mi lesz, ha valaki bent marad. Gyűzi, tudod, hogy nagyon szívesen lát téged mindig mindenki a VR Vidámparkban. De most már nem lehetnél itt. Hogy kerülsz te ide? Én? Egy kutatást végzek. Hogyan lehet ezt a technológiát olyan szintre fejleszteni, hogy eljuthassunk bárhová. A világon bárhová, és azt hiszem, hogy ez a technológia, ez képes erre. Egy olyan helyzetben, ahol be vagyunk zárva, és egy ilyen kritikus állapotban, egy ilyen járványhelyzetben, de legyen az bármi más, amikor be vagyunk zárva, akkor kell, hogy legyenek kapuk, amiket megnyitunk is, és kitágítsuk a teret. És nem csak ilyen helyzetben, hanem mindig. Érted? Ezért vagyok itt. Ezért. Ha csak ennyit szeretnél tudni, gyere, mutatok valamit. Ne arra, rossz irány. Tudod, vészhelyzetben nem működik a lift, na meg nem árt a fittség. Gyere csak, parancsolj, foglalj helyet. Most megmutatom neked, milyen fantasztikus lehetőségek rejlenek a VR technológiában. A virtuális valóság korábban elképzelhetetlen utazásokat tesz lehetővé a Föld körül. Ismert helyszínek, ikonikus pillanatok átélésére nyílik lehetőség a VR segítségével, mely saját nappalinkból akár egészen a híres japán cseresznyefavirágzásig repíthet bennünket, de akár a több ezer méter mély tengerek élővilágát is felfedezhetjük. Ezáltal az utazás élménye korábban elképzelhetetlen módon válik életünk részévé. A világ egyik leglátványosabb barlangrajzához virtuális sétára nyílik lehetőség. Ugyan a spanyolországi helyszínt turisták csak hosszas várakozás után látogathatják. VR szemüvegben most bárki könnyedén szemügyre veheti, és feltárhatja titkait történelmünk egyik legősibb régészeti emlékének. Történelembe repít a virtuális tér. Testközelből figyelhetjük végig a modern hadviselés egyik legelső, fontos ütközetét az első világháború frontvonalából. A csata kimenetelét túlélők elmesélései alapján modellezték, így született meg a minden korábbinál hitelesebb élmény, melyet egy katona szemszögéből szemlélve élhetünk át. Újszerű élmények várnak ránk múzeum látogatáskor is. Világhírű szobrok pontos modelljeit tapogathatjuk végig, speciális kesztyűk segítségével a virtuális térben. A múzeumokra jellemző távolságtartó szemlélést Michelangelo Dávid szobrának érintésekor
A tapasztalás és megismerés váltja fel. Különleges utazás vár ránk egy festmény belső világába. A kép szereplői élete kelnek a szemünk előtt. A látogató a szemüveg segítségével maga is a kép részének érezheti magát. Lehetősége nyílik testközelből szemlélni a történéseket. Nos, Győző, te például el tudod képzelni, hogy mostantól így búvárkodj? Tudod, ez a technika sok mindenre képes. El tudod repíteni bárhová, bármilyen élmény meg tud adni, de én imádom búvárkodni, és az a helyzet, hogy a sós víz íze, vagy az, hogy érzem a tenger vizet a testemen, és közvetlen közelről látom az élő természetet, az nekem jobban tetszik. Viszont nagyon lenéznék a tenger mélyére egészen, olyan 10 000 méter mélyére, hogy ott vajon milyen állatok élnek, milyen élővilág, mi van ott, mi az a titok, ami ott van, és ezt képes bemutatni nekem ez a technika. Vagy akár mondjuk visszautazni az időbe, leülni egy időgépbe, ezt is tudja, és megnézni, mi történt mondjuk. Mondjuk a dínók korában. Meg is nézem. Számításaim szerint 1,987,649-hez az esélye annak, hogy nem mész ma még haza, Győző. Győző, te nem veszel engem komolyan. Ja, és akartam mondani. Na, akkor már mindegy. Majd ha kijössz, akkor már tudni fogod.